Dr. Zobcsák László, Ivi alapító MESZ projektvezető. Előadásának témája: Mi a jövőképe a fitness szektornak a pandémia után? A Medical Fitness koncepció várható hatása az egészségfejlesztésre és a fitness szektorra. Kedves kollégák! Amikor készültem erre az előadásra, akkor nagyon sok archív felvétel és archív anyag jutott a kezem ügyébe. E, például ez a képen látható anyag, ez a plakát, melyet 1999-ben e, készítettünk, és egyfajta e, profétai éles látással azt mondtuk, hogy bizony ez lesz a jövő évezred fitness karrierje, a személyi edzés. Aztán sorba jelentek meg a cikkek ezzel kapcsolatban, olyan cikkek, amelyek e, e, ennek a képzésnek a létjogosultságát vagy kérdőjelezték meg, vagy pedig támasztották alá, és nagyon sok tevékenység kapcsolódik ehhez. Itt alakítottuk meg 2000-ben a Rózsadom Center tetején lévő Laguna Wellness Klubot, amely az első személyedző kurzusomnak a legkiválóbb edzőiből jött össze. És hát ez, ez, volt, az a, ez volt az a képzés, illetve az a helyszín, ami aztán beindította az egész folyamatot, és, és a többi már történelem, hiszen Magyarországon 2008-ban a személyedző képzés államilag elfogadott OK és szakmává vált, és mára pedig el lehet azt mondani, hogy minden személyi edzők, stúdiónak, fitnessteremnek tulajdonképpen alapvető nélkülözhetetlen munkatársa a personal trainer. Hogy mi változott az elmúlt években, arról is beszélünk azonban, egy pár tényadatot hadd mondjak el, mielőtt ebbe belevágnánk. Igen, fontos kiemelnem azt, hogy, és tegnap a Stroke világnapján egyébként ez egy, ez egy éles felismerés és tapasztalat volt, hogy a legutóbbi érettségi találkozónkon szembesültem azzal, hogy mennyire érint minket is ez a probléma már. Az 50-es, korai 50-es korosztályt. Tehát nem egy olyan elszeparált jelenségről beszélünk, ami nincs jelen, nincs az életünkben, hanem bizony osztálytársaim haltak meg sztrókba, vagy súlyos egészségkárosodással élnek tovább. Tehát Rendkívül fontos tudatosítani azt, hogy ezek a jelenségek itt vannak körünkben. Aztán arról is beszélnünk kell pár szót, hogy az a gazdasági teher, amely a fizikai inaktivitásból fakad, ez egy óriási nagy súlyként helyezedik az egyén és a társadalom vállára is. Az USA-ban például az éves oktatási büdzsék kétszeresét költik arra, hogy az inaktivitásból fakadó problémákat kezeljék. Aztán azt is tényként kell ma már kezelnünk, hogy a fitnessterembe bejövő vendégek, kliensek 60-80%-a rendelkezik már valamilyen egészségügyi rizikófaktorral, valamilyen krónikus betegségnek a. Az elő jelével, akár egy vagy több ilyen betegséggel. És végül, de nem utolsó sorban, a COVID-alatti időszak bebizonyította azt, egyrészt tapasztalati úton, másrészt kutatások is bizonyítják már ezt, hogy a testmozgás pozitív hatással volt arra, hogy az immunrendszer erősödjön, illetve hogy ez a Ragály gyakorlatilag kevésbé súlyos lefolyásai jelenjen meg a fittebb embereknél. Ami pedig rendkívül fontos, és az egész előadásomnak egy alapját kép képezi, ez, a, ez az ábra, mely szeretném, hogyha a kedves nézők memóriájába beleégne. Hiszen arról beszélünk itt, hogy a magyar lakosság élen jár a az úgynevezett megelőzhető betegségek halál listáján. Mégpedig kétszer annyi ember hal meg Magyarországon megelőzhető betegségekbe, fizikai aktivitással, helyes életmóddal, szűrőprogramokkal, megelőzhető betegségekbe, mint az EU-s átlag. Tehát az elmúlt húsz évben, mikor először belevágtunk ebbe a személyedző koncepcióba, akkor már ott éreztük azt, hogy a speciális populációval foglalkozni kell. Én magam is gyakorló személyedzőként gyakran kerültem szembe azzal a helyzettel, hogy olyan klienseim voltak, akiknek egészségügyi, bizonyos egészségügyi problémáival már nem tudtam mit kezdeni, egy egyszerű eset a az, hogyha valaki béta szedet, szedett, akkor ott már sima személyedzőként megállt az ember tudománya, hogy mit lehet vele tenni. Én akkor vettem a bátorságot, és ennek a bizonyos kliensemnek a kezelőorvosához elmentem, megkerestem őt, az árójelentésen láttam az orvos nevét, elérhetőségét, és a kórház folyosóján megszólítottam őt, hogy doktor úr, legyen szíves nekem segíteni abban, hogy ezt és ezt a klienst uh, milyen módon, meddig terhelhetem, milyen kontraindikációk vannak. Hát egy hideg elutasítást kaptam, ebből az én lelki uh, füleim azt is kihal, ebből azt is kihallották a, a, a lelki füleim, hogy, 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 igazából az is benne volt, hogy edzőként te ehhez nem értesz, tehát nem, nem vagyunk uh, egy kate kategóriába ezért engem ez elindított egy olyan úton, hogy, hogy először önmagam képezzem ezen a területen, majd a személyedző tanfolyamon adjak minél magabiztosabb és, és, mélyebb tudást ezzel a témával kapcsolatban, a speciális populáció edzés programjával kapcsolatban. Majd csak nem 20 év kellett ahhoz, hogy intézményi szinten is eljussunk oda, hogy a medical exercise specialist, specialist képzést behozhassuk Magyarországra egy amerikai licensz anyag kapcsán. Hát ugye, hogyha megmutathatom az első személyedző, az én személyedző kúzdusomnak az anyagát, akkor ez még egy ilyen kazettás magnós homestudy megoldás volt. Nem tudom a kedves nézők közül hányan hallgattak a Szalagos Magnóval ilyen anyagot. Nagyon jó, így is lehetem szuperul tanulni. De az akkori kazettás Magnós és a mostani e-learning alapú online e-bookkal fűszerezett képzés közt a legnagyobb összekötő kapocs mégiscsak az, hogy a personal trainer szakma és most a medical exercise specialist szakma is egyfajta paradigma váltást fog behozni, vagy hozott be a hazai szektorba. Egy teljesen új lehetőséget, ami a szakmát is megújítja, illetve egy hatalmas ráhatással van a, a klientúrára, illetve a, a hazai lakosság egészség fejlesztésére. Érdemes feltenni a kérdést, hogy jelen esetben most, mit tudunk tenni, mit tud tenni a szektor a speciális populáció edzésével kapcsolatban. A, ha edzőként vizsgáljuk ezt a helyzetet, akkor azt tudjuk mondani, hogy három dolgot tehet az edző, vagy elutasítja a hozzáérkező különleges problémával, egészségi problémával rendelkező vendéget, klienst, vagy aluledzi, elvállalja aluledzi, vagy pedig túledzi, amivel árt. Azt gondolom, hogy egyik sem, egyik sem elfogadható a három közül. A fitness termek, a fitness terem üzemeltetők mit tehetnek? Vajon föl vannak-e készülve erre a helyzetre? Itt is azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok munka kell még a fitness termek részéről, illetve a szektor részéről is abba, hogy ne egy kirekesztés történjen, ne küldjék el ezeket a típusú vendégeket, és ne legyen hiányos az ezzel kapcsolatos szolgáltatás, hiszen azért eléggé ö, sok sztereotípia van a fitness szektorral szemben, amit le kellene bontanunk, és egyfajta bizalmat kiépítenünk a célcsoport felé. És hát végül, de nem utolsó sorban, itt van az egészségügyi szakmáknak a, a hálózata, akik bizony tudnak mit tenni a speciális populációval, és tesznek is. De itt a nagy kérdés az, hogy vajon hol van az ő kezükben az a lehetőség, hogy ezt egy gyakorlati mozgásprogramba integrálják. Érdemes belemennünk abba, hogy a COVID előtti állapotban, a before covid állapotban, hogy nézett ki a fitness szektor, a globális fitness szektor, ezen belül is az Európai Unió szektora, a Deloitte Europe Active éves piaci jelentése szerint. Ha visszagondolunk erre az időszakra, akkor ilyen zsúfolt edzőtermeket láthatunk, ahol elsősorban alakformálási, fogyási célral edzenek az ifjabb generációba tartozó vendégek. Ez egy rendkívül prosperáló ö, évtized volt egyébként, hogyha 2007-17 közti időszakot nézzük, akkor 73%-kal nőtt a fitnessterembe járók aránya, és ez ö, úgy nézett ki, hogy a prognózisok szerint, hogy 2025-re 80 millió, 2030-re pedig 100 milliós vendégkör bővülést prognosztizált a fitness iparág. Ebbe az idilli helyzetbe vágott bele tavaly március közepén a COVID, mégpedig egyből 10 milliós uniós szinten vizsgált vendéglétszám visszaesést kiprovokálva, mely, hogyha az éves növekedési rátát nézzük, akkor forgalomba egy kb. 33%-os visszaesést jelentett. Ez európai átlag, Magyarországon ettől sokkal rosszabb volt a helyzet. Azonban talán sok mindennek köszönhetően, de talán leginkább annak, hogy sok terem is megnyitott, az össz száma a fitness termeknek nem csökkent többet, mint 1,5 százalék, és ebben benne van az is, hogy olyan összeolvadások, felvásárlások történtek, tehát olyan tőke áramlik a fitness szektorba már nyugat-európai szinten, és egyre inkább hazánk felé is érkezik ez a hullám, amely csak a tavaly évben 16 fontos tranzakcióval zárult, és, és ilyen fitnesstermi felvásárlások, összeolvadások történtek. Azonban a fitness termek számának az emelkedése leginkább az úgynevezett budget fitnessek, a fapados, magyarul így szoktuk őket hívni, nem azért, mert rosszul szolgáltatnak, vagy, vagy rossz minőségű berendezéseik lennének, hanem azért, mert olyan egyszerű megoldásaik és alacsony áraik vannak, hogy, hogy diszkont kategóriába tesszük őket. Ilyen például a Basic Fit láncolat, egy holland központú láncolat, aminek 900 fitnessterem tagja van, tehát gondoljátok el, hogy annyi, mint Magyarország összes fitnessterme körülbelül, és 2 milliós vendégköre. Tehát, hogyha ezt levetítenénk Magyarországra, akkor egy 20%-os penetrációs ráta Tehát egészen elképesztő, hogy milyen erővel dübörög a szektor külföldön. Azonban a COVID utáni időszakot vizsgálva azt kell megállapítanunk, hogy Nyilván ezzel nem mondok újat, hogy már semmi sem a régi. Tehát aki azt gondolja, hogy a régi módszerekkel, régi attitűddel, hozzáállással fog tudni előrejutni, óriási téved, de legalábbis nem fogja tudni maximalizálni az üzletébe lévő potenciált. Az előadásomnak az is lehetne a címe egyébként, hogy miért nem alkalmas a fitness szektor a paradigmaváltásra jelen állapotában. Azt gondolom, hogy az egyik fő ok az, hogy még mindig alakformálásról beszélünk, és ez teljesen rendben van, hiszen már maga az alakformálás is egy olyan egészségfejlesztési tevékenység, amivel megelőzhető sok minden, ennek nagyon sok pozitív hatása van, hogyha valaki rendszeresen edz, azonban a meglévő egészséges populációt célozza, ez jelen pillanatban Magyarországon fitness termi penetrációs sátára levetítve az ország lakosságához képest egy kb. 6%. Nagy erőfeszítéssel, ha minden külső környezet is optimális, ez föl tud menni 8%-ra. Mi viszont arról beszélünk, hogy hogyan hozható be, hogyan változtathatunk ezen, mi a kiút és véleményem szerint a medical fitness koncepció a kiút, mégpedig az, hogy a speciális populációnak azt a részét is tudjuk edzeni, aki az egészségügyi ellátó rendszeren kívül van, és természetesen a, az egészségügyi szakmákkal kooperációban megfelelő hatékony mozgást tudunk biztosítani számukra. valaki szakmailag, ugye már meg van győződve erről, de üzletileg nem, neki engedjetek meg, hogy kettő számot villancsak föl, és talán akkor ezt nem is kell jobban taglalnom. Tehát óriási a különbség a két célcsoport tömegét tekintve is. A hazai fitness szektor helyzetét, hogyha kommázni kellene, akkor azt mondom, hogy egy stagnáló, várokozó álláspontban van sajnos a Covid helyzet sem hozta el azt a várt összefogást, azt a várt feleszmélést, ami egyfajta megújulásra vezetett volna. Ugyan van 950 fitness terem, és őket összefogja a mafors, igyekszik összefogni őket, Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy, 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 nagyon sok közös gondolkodásra van még szükség, hogy tényleg ez a paradigma váltás bekövetkezzen. Ugyanakkor van ezer kisebb olyan funkcionális csoportos órák megtartására alkalmas terem, úgynevezett fizikai közézet javítása alkalmas helyszín, amely még bevonható ebbe a körbe. A MAFOSZ mellett a hazai érdekképviselet másik szereplője az általunk tavaly létrehozott IVIREPS. Ebben az IVIREPS-ben igyekszünk a hiteles és államilag elismert képesítéssel rendelkező edzőket összefogni. Egy kemény bekerülési procedúra és bennmaradási procedúra is áll emögött, ami szimplán azt jelenti, hogy nem akárki kell, tehát nem egy egyszerű regisztrációs bent van az illető, hanem ezt mi komolyan ellenőrizzük. Itt olyan szolgáltatásokat adunk az edzőknek, melyek szakmailag is fejlődhetnek, egy közösségi uh, körben tudnak benn maradni, tehát egy szakmához tartozás érzése van meg bennük, ami minden hivatásnál egy alapvető összetevő kell, hogy legyen. És ami rendkívül fontos, hogy rendelkezünk egy olyan online edző keresővel is, amely lehetővé teszi majd azt, hogy a jövőben a országos szinten lehessen hitelesített edzőket keresni. Mégpedig ezt azért tettük meg, mert amikor a referencia hálózatról beszélünk, és orvosokkal, egészségügyi dolgozókkal szeretnénk összefogni, akkor az a minimum, hogy nekik már azon ne kelljen gondolkozni, hogy vajon megfelelő képesítéssel és, és gyakorlattal, hiteles edzőkkel kell lesz állni. Az IVIREPS ezt igyekszik biztosítani az edzőregiszter és a közösség összehozása által. Azonban pár pozitív hozadékot is hadd mondjak a, a COVID utáni időszakkal kapcsolatban, hiszen ö, rendkívül optimistán gondolkozik a, a Deloitte Europe Active jelentés azzal kapcsolatban, hogy elérhető -e a a Covid visszaesés ellenére ez az álomszerű 100 milliós tagság 2030-ra. Egy 10 pontos deklarációt fogalmaztak meg, amiből én három pontot szeretnék kiemelni, ami mindezt alátámasztja és indokoltá teszi. Az egyik az, hogy egyre inkább jelenségé válik Nyugat-Európában is az, és remélhetőleg ide is ez fog hozzánk elérkezni, hogy a fitness az egészségügyi részeként kezelendő. Nem az egészségügyi alapellátás részeként, hanem az egészségfejlesztési kontinuum részeként. Tehát az tehát exercise is medicine, mint hogy a képletből is látjuk. A másik az, hogy a fitness szektor mindig is nagyon nyitott volt és innovatív volt új koncepciók kidolgozásával kapcsolatban lévén egy, egy szolgáltató szektor. Itt a, az active agingre gondolok, vagy éppen a mostani Medical Excess Specialisten keresztül a speciális célcsoport behozására a fitness termekbe is. Végül, de nem utolsó sorban, egyre inkább jelenségé válik az is, és határozott törekvése a a fitness termek között, hogy szakképzett személyzetben hisznek és gondolkodnak, tehát digitalizáció ide vagy oda, mégiscsak a, a humán kapcsolat, a személyes kapcsolat az, ami ebben az iparágban rendkívül fontos, hogy az ügyfelek bizalma meglegyen, és őket meg tudjuk tartani, minél többeket be tudjunk hozni. A medical fitness koncepcióra is lehet azt mondani, amit régen mondtak, amikor én elkezdtem a személyedző képzést hogy ú, megint valami új divat, és ez is Amerikából. Igen, ez is Amerikából, mert ott tartanak már a nép egészségügyi helyzet romlásával azon a szinten, hogy kénytelenek voltak reagálni sokféleképpen fitness szolgáltatásokkal, is, azzal is, hogy kidolgozzák ezt a programot, mint egy tíz évvel ezelőtt. Tehát ott már ez egy működő koncepció, működő szakma, és őket fogja össze az úgynevezett MedFit Network, ezt a az internetes keresőbe beírva, könnyedén meg tudjátok nézni ti magatok is. Ez már egyfajta egészségügyi és fitness szakember referenciahálózatot fog össze, saját szakújsággal és keresőrendszerrel, illetve olyan továbbképző kurzusokkal, ami nagyon fontos a szakma számára. Itt most a Parkinson-t jelöltem be, a Parkinson korral való edzői, medical exercise specialist szintű foglalkozást, mégpedig azért, mert az utánam következő aladásból, a Liza Korsz előadásából ez ki fog derülni, hogy, hogy, hogy ő nála ez mennyire alapvető szolgáltatási szegmens. Azt gondolom, hogy összefoglalásképpen jó rátekintenünk arra, hogy mi is történik most, hogy állunk a Hazai Medical Fitness koncepció bevezetésével kapcsolatban, ami természetesen már jelen van itthon. Tehát ezt nem mi találtuk ki, nem mi hozzuk be, mi csak igyekszünk ezt összefogni, intézményesíteni, és egy alapedukációs képzéssel biztosítani azt, hogy közös sztenderdek mentén tudjunk ebbe gondolkozni. Két hét múlva ez a képzés, amelyen nem csak edzőknek, de gyógytornászoknak, dietetikusoknak is, orvosoknak is ugyanúgy helye van mert hogy egy integrált szemléletet ad, így bele tudunk nézni egymás szakterületeibe, és ez biztosíthatja azt, hogy ebbe a bizonyos referencia hálózatba együtt tudunk dolgozni. Elindultak a kompetencia határoknak a kialakításai, társzakmákkal már leültünk, és nagyon pozitív ö, előrelépések történtek, miután egy-két anomáliát tisztáztunk fogalomzavart, más definíciók másként alkalmazását. Azt gondolom, hogy az derült ki, hogy minden a szektor minden résztvevőjének fontos ez az együttműködés. Tehát elindult különféle a területen érdekelt cégek bevonásával az egészségfejlesztési referencia hálózat kialakítása is, a szakmai szervezetek bevonása pedig folyamatban van, ez is elindult. A következő Következő rész pedig az lesz, hogy elkezdjünk együtt dolgozni mindebben, és kialakítsuk ezt a bizonyos medical fitness referencia hálózatot. A medical fitness referencia hálózat tulajdonképpen nem más, mint egy összekapcsolása azoknak a vállalkozásoknak, amik egyébként is itt a, a szegmensben megvannak. És ezek azok a vállalkozások, amelyeket most a képernyőn ugyan nem látok, de az én gépemen már megjelent. És pillanatról meg, meg is kérem a kollégákat, hogy hogy hozzuk be azt az anyagot, amit én látok a képen. Ugyanis itt arról beszélek éppen, hogyha az EV Repset, a Maforst, és most már látjuk, köszönöm szépen, egy hálózatba rendezzük például azzal a mozgás klinikával, mozgásklinikával, mozgás klinikával, melynek a szakmai vezetőjét majd a kerekasztal beszélgetésen meg fogjátok ismerni, amely már medikál fitness koncepcióban működik, tehát egy gyógytornász mozgáscentrumra épül egy fitness termi, ö, ö, szolgáltatás, akkor lehet látni, hogy igenis ez a koncepció már működik itthon Magyarországon, és nagyon jól megfér egymás mellett ebbe az egészségfejlesztési folyamatban a gyógytornász és a medikál fitness szakértő munkája. Aztán ide tartozik az alakorvoslás program, is, melynek képviselőivel együttműködünk, ők pedig már abban gondolkoznak, hogy az egészségügybe bevigyék azt a fajta szemléletet, hogy az életmód is szerves része, az életmód váltás is szerves része annak, hogy valaki egészségesen fitten éljen, ők konkrétan ezzel a módszerrel igyekeznek segíteni a, a fogyni vágyoknak is. Tehát látjuk azt, hogy jelentős mértékben már itt van, és most csak néhány példát soroltam föl, de itt van Magyarországon is, most még elszaparáltan ez a koncepció, több vállalkozás foglalkozik ezzel, azt igyekszünk összefogni, hogy egyrészt ezek a vállalkozások, másrészt a szakma működjön együtt ennek érdekében. Hogy mi is lehet a hatása ennek a koncepciónak a kötéves távlatban, azt bátran mondhatom, hogy különféle szakirodalmi és nyugat-európai, észak-amerikai példákra hivatkozva, hogy Legalább 10%-kal csökkenthető lenne az inaktivitással összefüggő egészségügyi kiadás. Az is biztos, hogy a teremben járók számát duplázni tudnánk, mint ahogy az más országokban is megtörtént ennek a célcsoportnak a bevonásával. Aztán a személyjegyzők is sokkal magabiztosabban tudnának ebben a koncepcióban dolgozni, tehát egy hatékony és biztonságos programot adni a, a klientúrájuknak, illetve az a bizonyos referencia hálózat is kialakulna, mely lehetővé tenné, hogy orvosok, edzők, dietetikusok, gyógytornászok együtt tudjanak dolgozni ebbe a bizonyos referencia hálózatba, ajánlási rendszerbe. Miközben a prezentációmat készítettem, Folyamatosan azon gondolkoztam, hogy nagyon sok olyan vállalkozás szakember, kiváló szakember van, aki ezt a területet magas szinten űzi, és, és, és óriási nagy elkötelezettséggel, szenvedéllyel. Azonban a nap végén lehetünk-e nyugodtak afelől, hogy a tevékenységünk elérte a várt hatást? Igen, hozzájárultunk ahhoz talán, hogy ne legyen még drámaibb ez a kép, amit itt látunk. De azt gondolom, hogy az igazi ö, sorsfordító lépés az lehetne, hogyha Magyarországot ö, sikerülne erről a, a listáról lehozni, az első helyről, hogyha azt el tudnánk kérni, hogy Magyarország ö, erről a listáról, innen föntről, egy sokkal alacsonyabb szintre kerüljön a népbetegségeket, a megelőzhető halálokokat tekintve. Ezt pedig azt gondolom, hogy csak úgy tudjuk elérni, hogyha összefogunk, hogyha együttműködünk abban, hogy bevezetésre kerüljön, és működőképesen Magyarországon is jelen legyen a Medical Fitness koncepció. Erre hívom Önöket, ebbe kérem, hogy csatlakozzatok hiszen ez nem az IVI feladata egyedül, ez nem az IVI-REPS feladata, hanem ez a szakmák közti összefogásnak a lesz a jövője. Köszönöm szépen a figyelmet!